A magyarországi helyszín kiválasztása nem volt véletlen. A két ország közötti együttműködés eredményeként a program részei lesznek a szovjet fejlesztésű repülőgépek is. Érdekes időszaknak a kulturális, tudományos és technikai együttműködéséről szól, amelynek nagyon sok produktuma van, amelyet ma is használunk, vagy ha nem tudjuk, hogy használunk, hát ennek ellenére ez valamikor még a 89 előtti időszakban készült, és erre világít rá, ezekre a produktumokra, ezekre a tudományos és technikai eredményekre ez a kiállítás. A tárlat keretében a látogatók betekintést nyerhetnek a történelem különböző szakaszaiba. Egyrésztről megismerhetik a kereskedelmi kapcsolatok, a kétoldalú áruforgalom, a gazdasági együttműködés, az országok közötti tudományos és technikai együttműködés történetét is. Emellett ábrázolja a tudományos és műszaki kapcsolatokat, a hadiipar korabeli jellegét és kitér az űrkutatásban kifejtett közös erőfeszítésekre, valamint a kulturális együttműködésre is. Pétervárott és a Szolnokon is megrendezett kiállítás széles spektrumát mutatja be azon eredeti dokumentumoknak, illetve a levéltári anyagoknak, amely a két állam közötti tudományos, technikai és kulturális együttműködésről szól. Az időszaki kiállítás fő üzenete hangsúlyozni azt, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődését alapvetően határozta meg, hogy 1945-ben a Szovjetunió érdekszférájába került. A szervezésben közreműködött a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Oroszországi Föderáció Levéltári Szolgálata és az Oroszországi Állami Gazdasági Levéltár. Az ideiglenes tárlat november 15-ig tekinthető meg a Szolnoki Reptárban.